Sokan ajánlottátok már nekem, még amikor tavaly a Sonic Forces-t végigjátszottam, akkor mondtátok, a Sonic Mania az is ide... Oh, ez igen, a klasszikus játék! Nekem PS4-re van meg a Sonic Mania Plus, itt fogom végigjátszani, úgyhogy vágjunk is bele! Ez lesz az utolsó játék, amit végig tudok játszani a Sonic Frontiers előtt. Hú, hát egy kemény év volt, amit nekünk végig kellett játszani. Jó, hát akkor szerintem menjünk egyből Mania Mode, kivel menjünk. Wow, játszható karakterek. Alapból ezt adta be, hogy Sonic és Tails, úgyhogy játszunk így. Sonic 3 kezdődése. Zenébe Angel Island. Puff, na kősz oda csap. Nem. Az egg-robók vannak itt. Hú, a zenék megint nagyon jók lesznek. Hogyha ezt a szintet tartják, de hát... Wow! Wow, az a Sonic Forces-ből! Ott tudom, a Ruby. A Phantom Ruby Infinite-be tette bele Eggman, és akkor úgy... Wow, de most ezek a robotok olyan mások lett? Green Hill Zone 1? Na jó, oké, akkor menjünk Green, a szokásos Green Hill Zone. Hát a legutóbbi Sonic játék egy Generations volt, és akkor ott is visszamentünk, itt is vissza. Jó, lesz a Drop Dash az, ami itt érkezett be. Oké, jó lesz szerintem. De itt van Tails is, de furcsa, hogy itt a Sonic 1-ben itt van Tails, nekem az kicsit fura. De akkor ugyanazok a pályák lesznek, vagy valami... Más váltás lesz benne? Ott leestem, az hiba volt. Kell lesz smaragdokat gyűjteni? Hát én most azt mondom, hova, az ott micsoda? Várjál, ott van egy ilyen kék. Erre akartam visszajönni. Ez a kék, ez 50-et ad egyből? Nem. Nem csak úgy lezárja a gyűrűket, úgy tűnik. Jó. Szépen mehetünk. A zene jó, ide bele, igen, a sokba, a Superstar trófea, jó, hát ezt miért kaptam a Superstar, Spin the Star Post. Én nem is pörögtem el semmit, de szerintem csak azért, mert olyan messzire sokáig jutottam le. Oké, és jönnek a halacskák, ez már hosszabbnak tűnik, vagy várja, nem? Vagy... itt már másabb. Ez nem. Ez nem rémlik teljesen, vagy inkább az Act 2-ben volt egy ilyesmi. De Green Hill Zone azért, hát hosszabb is, mint az eredeti játékban. Opa! És akkor vannak nekünk special stage-ek. Kezd a UFO, kapjuk el az UFO-t. Oh, a Sonic áros modell, nem? Ez nem a Sonic R-es. Ezeket vegyük föl. Mac 1, 17 gyűrű. Fogy elfelé, nem is vagyok Super Sonic, hova fogynak elfelé a gyűrűk? Mi újság van? Hova megyünk? Jó, itt slalom mozgassunk. Ez kicsit olyan, mint a Sonic 2-es Special Stage is, meg a Mac 2. Ja, akkor úgy megyünk gyorsabban, hogy sikerül a... Jó, meg is van. Két dolgot kell gyűjteni, a gyűrűket, mert az mutatja, hogy mennyi időnk van még, illetve ezeket a kék gömböket, és akkor az ugra... Wow, azt hittem le fogok esni. A kék gömbök pedig a sebességet, de várj, nem tudom így levágni, és akkor valahogy... tényleg olyan Sonic R-es amúgy. Ez adott 5-öt vagy 10-et talán, és akkor így körbe-körbe lehet menni, tehát ez a rész már volt. És olyan elfogynak-e a kék gömbök, az a gyűrűk elfogynak. Tehát akkor itt, hát egy idő után itt be kell fejezni itt két sor. Ah, nem, a kék gömbök ott azért maradtak. A gyűrűk szerintem nem. Turbózni nem lehet, spindes vagy valami. Hát így kell a Mach 3. Na ez már elég gyors, ez nézzük még úgy, wow, gyorsan megyünk, oké. Mach 4-re fel lehet még turbózni, vagy nem? Szerintem ott viszi a smaragdot. Mach 3-on szerintem el lehet érni, hogyha maradunk az úton. Na most, bum! Homingetek itt a Classic Sonic-kal? Megvan egy káosz smaragd, 2, 4, 6, 7, a szokásos. Ez az első, de akkor a special ringeket figyelni kell, vagy tudni kell, hát ez itt lehet, már kihagytam egyet amúgy, mert ezt csak éppen így bele mentem. Hát, hát igen. De akkor itt, pontosan. 88-at visszakaptam, gyűrűből. Hát köszönöm szépen egyébként. Jó, vagy erre egy, legyen meg a 100, plusz egy élet. Na, bossz.
Hát ez nem a szokásos boss. De látszik, hogy... Aha. Egyszer az egyiket tudom sebezni, aztán a másikat. Ó! Utána meg egyiket se. A zene is. De akkor most nem is Eggman érkezik, hanem ezek a robotok jönnek, és akkor... Na, az elején ott volt jó pár robot, mert pattogtatni kellett volna. Se baj, kész az egyes pálya. És innen megyünk tovább, Green Hill Zone, Act 2. Hát, zene is más, pálya is más, csak az eleje volt olyan. Az eleje volt olyan ismerős, de most már vadonatúj. Habár a témakör az maradt, de... Jönöm a zene ugyanaz. Á, de jó, amúgy nagyon jól elkészítették. Hát nem tudom, valahogy nekem a Green Hill mindig is tetszeni fog. De csak lehet azért, mert annyiszor még nem játszottam végig, mint akik végig követték ezt a franchise-t az eleje óta. Tehát én úgy, hát játszottam már vele fiatalabb koromban is, de igazán azért idén kezdtem el meg úgy tavaly úgy a Sonic-kal úgy foglalkozni jobban. Tehát lehet azért nem mondom még azt, hogy fú, már Green Hill megint, mert a frontisbe is benne lesz a Green Hill látszódott valamelyik előzetesbe, szóval ott hát már mondták, hogy nem igaz, hogy már megint. Egyetértek vele, jobbak az új eredeti pályák, de a lényeg, hogy jó legyen. Tehát a Green Hill meg tudják jónak csinálni, akkor csinálják meg azt jónak. Én úgy vagyok vele. Tehát hogy az, hogy milyen a zene, meg milyen a háttér, az egy dolog. De a lényeg, hogy a pálya legyen jól kialakítva, élvezetes legyen játszani. Szóval víz alatt is lehet járkálni. Jó, vagyok itt fel, vagy mennyire. Ott vannak azok, kilövés, nagy erény, úgy felkapaszkodás. És milyen jó az, nem tudom, animációnak, vagy minek nevezzem, de ahogy mozog Sonic. Hó, Eggman itt van. A Sonic 2-es boss. Várjál, akkor célzó. Oda fog ugorni, vagy lőni. Inkább ütni, várjál. De mondjuk most van nálunk bőven gyűrű. A Sonic 2-ben az volt a nehezebb igazából, hogy nem volt nálunk gyűrű. A Sonic 2 végén az volt a nehézség inkább. Hú, télszem. Hopp, na ilyenkor mi van? Mögéd jövök. Na ilyenkor mi van? Hát arra nem számított mi, egy olyan kis trükk. Várjál, megint felugrok. És ott úgy támadom. Jó, le is győztük. De ez akkor az igazi Eggman, vagy ki volt? Mi volt? Hoppá! Szabadítsuk ki megint az állatokat, új robotok, vagy... Igen, a kis állatok. Jó, kész a második. Oké, és akkor innen sétálunk, és megyünk le. Hydro City Zone, vagy hova esünk lefelé, vagy mi le... Tűnés, menjetek? Akkor ez a valódi Eggman oda csípett egyet neki, hogy csí... Wow, de ez a hangeffekt úgy nagyon király. És hova tűnünk, vagy mi? Tini. Kemi Kaplant. Hát ez igen. Jó, sokszor elé fordult, de... Hú, a zene! Hát én a zene jutott. Na várjál akkor, induljunk és ugorjunk. Ez az. Hát biztos meg lehet csinálni úgy, hogy víz alá nem kerülök. De talán az első pályát lehet, hogy úgy emlékszem rá, de a második pályára biztos nem. Mert az úgy új volt a Green Hill-nél is. Meglátjuk, vagy itt a... Aha. Jó, menjünk át, felpattogunk. Ez az, egy kis pillanatra megállunk. Spin dash. Jó, oda támadás. Itt oda-vissza lökdös, nem az? De ismere is azért. Jó, az elénkkel. Hát amúgy a nosztalgiát, vagy az ismerős érzéseket előhozza, és azért kedveljük szerintem, de jöhetnek. Figyelj, kimegyek már a képernyőről, úgy talál neki. Na jó van. Hát igen, így nincs megállás, figyelj egy perc alatt. Mindig! Jó, nem baj, felemelkedett a vízszint, a lényeg, hogy ne nyomjanak össze ezek a blokkok. Pont úgy beletolt szinte, hogy abba kerüljek. Ez összenyom megint, hát nem hiszem! Jó, sikerült feljutni, fú! Az igen, és itt pedig, a platformok, erre emlékszem, ez benne volt. De szerintem úgy van, hogy az első pálya az ilyen vegyes, tehát hogy a Chemical Plant 1 és 2-ből is van a klasszikusból. Így összegyúrva, ne? Kicsit úgy érzem, de lehet, hogy így most nehezen tudom kifejezni magam, annyi biztos.
hogy most megint lekerültünk a víz alá, tuti volt megint valami hely. Az is, annak is olyan úgy örültem mindig neki, amikor sikerült úgy megcsinálnia, hát az eredeti Sonic 2-ben, hogy nem kerültem víz alá, és akkor az úgy, de jó volt. Na jó, hát itt is biztos lesz rá valami mód, de annyi tuti, hogy ez egy nagyon király klasszikus Sonic játék. Na itt eltűnnek-e a platformok? Wow. De csak gyűjti a vizet maga köré. És aztán mit tudunk támadni? Nem. De. Vagy mi? De az csak azért volt, mert... Azért volt addig szerintem. Jó, de vagy 2-3 sebzés volt. Szerintem meg kell várni, míg eltűnik róla, hát ez ilyen vízpajzs, vagy mit lehetne ennek nevezni. Jó, egy... Pont arra ugrik, ahogy én ott vagyok, de gyűrű nélkül ne nagyon. Jó, te ezt legyőzte. Te! Na ezért kell hozni őt! Köszi szépen! Így mehetünk tovább. Oké, okay, innen folytatva jöhet az Act 2. Lássuk. Milyen változat... Hoppa! Injekció húzunk egy kicsit. Tű! Mi ez itt? Mi ez? Ha! Még a hang is olyan furcsa. Mi ez a bounce? Figyelj! Wow! Fel tud küldeni rendesen, hát jó. És ez a lila? Jó, kapaszkodj! Milyen zselé vagy slime vagy mi van ott? Ez jó! A második pályákon mindig van valami jó kis eredeti ötlet. Ez jó, az tetszik. Várj. Ho. Mi inkább valahogy innen nem tudunk fölfelé. Oda fölfele kellene pedig. Ja, vagy felvisz ez. Ez sem rossz. Óha, érdekes ellenfelek. De akkor most itt végig balra menjek? Pedig mindig jobbra kell, várj, ebből kapaszkodni. Wow, vissza leesek! Na így lesz meghosszabbítva. Jobbra, mindig jobbra. Felfele. Itt kijöttem. Egy boost. Csá, az a pattogás az nagyon jó. Legalább nem kell úgy leereszkedni. Itt van. Sonic 3-as. Ez jöhet. Oh, és pont elvesztem pedig a víz alatt. Akkor nem fulladtam volna meg. Tuti lesz akkor így olyan rész, hogy víz alá kerülök, és az pont segített volna. Na ennek akkor adjunk egy kis bounce-ot. Jó, de mekkorát! Szép volt. Bár előtte akkor tegyünk egy ilyen indulást. És lehet, hogy ebbe az irányba fel tudok érkezni. És úgy mehetek tovább. Jó, de egy zárt. Ez már a bonyolult felépítésű. Erre, hogy milyen speedrun taktika lesz, az egy jó kérdés. Viszont én amerre visznek a gyűrűk és az út, azt követni fogom. Begint fe... Át ilyen nincsen! Fú, vere, oda! Vissza! Másik oldal! Arra, fölfele! Belepörög... Mondom, belepörgök! Vagy ide? Hát ez kb. Olyan nehéz felépítés, mint a Sonic CD-ben az Stardust Speedway, vagy mi annak a neve. Az is ilyesmi volt, hogy ott is csak mentem, de hogy merre kellett hivatalosan, azt nem nagyon tudtam. A generátorhoz el tudtam menni, de úgy kb. Annyi. Itt is olyasmi nehézség. Hó, ez itt mi? Az ott Knuckles átütős rész? Nem tudni még. De lehet, hogy ő is külön szerepel, mert hát lehetett választani annyi karakter, hogy sokat, maradjunk annyiba, hogy 3-4-et is, Sonic, Tails, Knuckles, meg két másik, talán Mighty volt az egyik, meg még volt valaki, úgyhogy volt játszható karakter. A kérdés már csak annyi, hogy mennyivel másabb a játszható karakter, mert Knucklesről lehet tudni. Tails segítenél most? Knuckles az tud úgy a falon mászni, meg úgy odaütni, szóval nála azért ez ismert dolog, de... Most ugye ronda visszavisz? Nem igaz, hogy itt megint befog engem. Ja, csak innen, és akkor úgy lefelé. Ez most a másik irány? Ezt nem lehet követni. Boss fight-hoz vigyél csak el! Azt szeretném inkább. Innen félparti. De ez mondjuk sokat nem segít ebbe az irányba. Ott már le fogunk esni. Itt nem küld fel teljesen, de a zöldnek... Aha, úgy lesz meg. Ez pedig sebző? Na, kijöttünk egy másik oldalt, de elég lesz ez.
10 percen belül teljesíteni ezt a pályát, hogyha nem ismerik. Na jó, itt jó helyen járok, és meg is mondom, hogy mi... Hoppá! Ja, tényleg a checkpoint fölött még nem néztem meg. Itt is van Blue Spheres? De akkor itt mi a jutalom? Mert ez a Sonic 3-os Special Stage, bár itt még nem ismerem, hogy milyen, az első általában egyértelmű és könnyű szokott lenni. Meglátjuk, hogy itt hogy sikerül. Én csak az alap, hát a kék golyók átszínezésére szoktam menni. Nem arra, hogy gyűjtsem mindegyik gyűrűt, arra nem nagyon. Nézzük, itt lesz egy vonalkázó, ez is ismerős mintázat. Jó, kicsi gyorsulás, van még 40-nél is több. Forduljunk ehhez a 4-hez még. És utána 31, vagy a 4-es. Aztán még egy nagyobb négyzet. Kell-e még 11, ez itt a záró rész. Talán itt lesz, itt lesz. Jó. Ez az, kész. Még egy is maradt a jutalom, vagy? Csoda. Meg pénzérme? Hele. Nem is szólt semmi. A pálya végén fog szólni, hogy mi volt az? Valami token, vagy mi volt? Ez valami szonikos érme, nem? Egy ilyen ez... Ez mi? Ez a Dr. Mario? Nintendo-n játszottam olyat. Ugyanolyan színűeket kell egymásra tenni, és Eggman ellen vagyok? Mi ez a játék? Hát ez ilyen. Jó, hányat kell? 3-at, 4-et? 3-1-be kapcsolódik. Jó, itt ezek. Hát ez itt így nem jó. Úgyhogy hát muszáj ide tenni. És akkor ezt mondjuk így. Lila és... A lilát azt tegyük arra. 4, az eltűnik. Jó. Várj a kéket. Hát ez komoly nagyon. Ó, ilyen nincs! Miért nem tűnnek el azok? Vagy mi az? Azok a semmi színűek. Úgy 4 összekapcsolódik? Ez az! Így úgy is, amúgy is lehet. Ez így... Ez a zöldes úgy nem volt valami kellemes. Ezzel úgy keresztül... Nem, mert ott a fehér! Vagy az átlátszó... Lilát már nem tudom hova tenni. Á, hát ez így... Kinek kell... Jó. Hát itt szerintem le kell győzni Eggman-t, és ő is már úgy azért akadozik elfelé. Hajrá, Peti! Ho! Eggman kiesett. Ez nagyon jó boss fight. Ez nem is boss fight volt, vagy... Ja, de, és akkor itt a mentés. Hát ez nagyon jó volt. Ilyet is belecsempészni. Szép. Ugrunk le, és akkor a Chemical Plant-ről... Studiopolis. Nem Casinopolis, ne? Lights, Camera, Action? De, Casinopolis. Ez egy ilyen vegyes, vagy ez egy ilyen új, de... Jó, ez nagyon jó. Studiopolis. Sega. Ez király. Ez egy egyedi új pálya. Asztak! Figyelted, ott milyen jó. Trükkös. Hú, na ez az. Szabadjára engedték a kreativitást. Így kell ezt csinálni. Itt most nem kell beszélni. Itt csak élvezni kell a zenét, a pályát és a különböző kis cuccokat, amiket így elrejtenek. Na mi van? Na várjál, meneküljünk innen valahogy, jó? Szépen. Az túl nagy ütés. Oda be. Kapaszkodj, mert az a sok gyűrű, milyen fájdalmas, ahogy úgy mutatja az a sok gyűrű, úgy elhagyja Sonicot. Hoppá! Volt egy kis denevérkém, vagy valami ott volt. Jó lesz! Oké. Okay. Télsz, gyere, ne maradj le! Hoppá! Pont egy... ezek a bánszos! Figyelj, de ahogy úgy mozognak. Nagyon... Oké. Okay. Labyrinth zónos. Flashback-ek, hogy ilyeneken kellett menni, és valahonnan úgy lecsíptek. Mondjuk, szerintem maradhatok, vagy ott összenyom? Remélem nem. Studiopolis! Tényleg!
És ott van a régi hát én ezt egy elnézőgetném, szépen mennék, lassan. Sega Sonic Popcorn Shop. Itt van a pattogatott kukoricó, a mozi! Ez egy mozi! De figyeld, ott is az milyen kreatív. Apró ötlet, de nagyszerű. Tévék. Ellenfél egy mikrofon, ami úgy lerók, tudod, hogy régen úgy fentről engedték le a mikrofont vezetékesen. Á, de király! Á, de... Na ilyen! Na most már remélem jönnek akkor az eredeti pályák Studiopolis után. Volt egy kis nosztalgia, egy kis kedveltetés. És akkor ezek után jöhetnek az új egyedi pályák. Hogy olyan lesz, mint a Generations, hogy végig valami... Nem, mert Studiopolis az vadonatúj. Generationsben nem volt úgy. Úgy vadonatúj, ott mindegyik valamelyik korábbi Sonicból származott. Jó. Oké. Okay. Beülünk kocsiba, kilövések. Azaz. A tévébe érkezünk. Épp a platform szélére. Hát ez kegyetlen. Figyeld, itt a vörös... Hát nem szemények van, hanem akkor az ugye korlátok. Nagyon jó. Ez igen. Ezt már szeretem. Hoppa. Ott fent volt a gyorsabb út, tuti biztos. De legalább eljöttünk egy buborékosért. Jó, víz alatt nem lesz baj. Reméljük, hogy víz alá nem is kell lesz menni. Kilövések, ott volt egy tüzes pajzs, itt balra. De oda nem nagyon látom a bemenetet, szóval... Akkor megyek jobbra itt föl. Á, pont elvette. Kár érte. De a zene kárpótól annyi biztos. Helikopteres? Támadhatok? Nem úgy tűnik. Rakéta vetővel a vállán. Ho! Hogy mi? Mire figyeljek? A rakétákra, amik jönnek? Egyre ráugrok. És az megpróbálja eltalálni azt, aki kilőtte. Egyszer meg volt a támadás. Több fázis? A kék, arra lehet ráugorni. Piros, átugorjuk. Ó, oh, én azt akartam, hidd el. Kék, hogy a lefelé, szépen lefelé nyomunk a D-padon, akkor így elkezd pörögni. És azzal elég csak neki menni a kék rakétának. És akkor az eltalálja. Ahogy ott mutatja, hogy hogy jönnek, olyan sorrendben jönnek fentről lefelé. Tehát először jön a piros, aztán jön a kék, és utoljára megint a piros. Jó. Eltaláltuk már, akkor az volt a harmadik. Ja igen, és akkor három kis piros robotjának annyi, most már csak ő maga maradt. Az utolsó lesz most az a kék. Tehát akkor induljunk neki, egy nagyobb ugrás, még egy nagyobb ugrás, és akkor az utolsó kéknél D-pad lefelé. Kiugrott. Helikopternek annyi. És így győztünk, hát ez milyen volt már? Nagyon király. Fú, ez a Studiopolis. Jöhet belőle a második. Ó, figyeld, az Egg TV, itt van Eggman. Az Egg TV, na, abban néznék egy kis adást. Oda mit játszik le? Olyan Eggmannek egy külön tévéje, YouTube csatornája lenne. Az igen. Na jó, lássuk akkor itt milyen változások lesznek, mert már maga az első pálya is mennyire király volt és újdonsággal teli. Én azt mondanám, oké, okay, reflektorfények, bounce padok, de amúgy tényleg kicsit azért lottózás, kicsit hasonlít a... Hogy kell itt akkor most kimenni? Kicsit tényleg hasonlít a... Casinopolisra. Jönnek a szorzók, meg a számok. Király! 20-at kapok, mehetek kifelé? Köszönöm szépen az engedélyt. Kíváncsi vagyok, mert a második pályákon mindig valami jó kis Eggmanes harc van. A szokásos, a klasszikus, amit már megszokhatunk, ez nagyon jó. Ebből jöhetne minden évbe egy ilyen klasszikus Sonic játék szerintem. Megérné a Sega-nak elkészíteni. Én úgy gondolom legalábbis, hát nem tudom, hogy milyen számokat produkált, vagy mit szóltak hozzá ott a Sega-nál. De kívülről a Sonic Mania az egy kiváló játék.
Már csak ennyiből is, hogy még be se fejeztem, sőt, hát ez a végigjátszásomnak az első része. Ezt le lehet törni, ja. Ó, kicsipkedtek ott engem, és ez be is visz egy Blue Sphere. Szóval jó, akkor csináljuk meg, kapunk érte valamit. Nem szólt róla senki semmit, hogy mi az. Figyelj, ott van. Az egyik oldalán Sonic, másik oldalán meg valami... Nem tudom. Ott alul jelzik mondjuk azokkal a nyilakkal, hogy merre kell menni. Ez mondjuk jó. Ez igen. Mert egyébként szerintem elindultam volna a másik irányba, csak azért... még egyszer, várjál. Vagy pedig lehet erre is menni, ha nézem. Ja, csak így neki indít. Jó. Forgó. Ajaj. És így fölfelé kilövés. Mi van? Hello? Mi van ide kiírva? Helvex? Vagy mi voltál? Annyi kis easter egg lehet itt. A ZEG-TV már megint ott megy. Az aztán egy jó adás lehet, mi? Várjunk, ez a dupla ugrós? Aha. Igen. Megszedi a gyűrűket nekünk. Azt szeretem még nagyon. Jó, pattogózzunk fent egy kicsikét. Hoppá. Majdnem a mikrofon elkapott. De nem fog. Hanem haladunk tovább. Még egy spirál. Vissza. Nem. Szerintem az csak egy csapda. Át kellene inkább ugorni. És itt esetleg letörni. Vagy van. Ó, furcsa. Nincs lehetőségünk arra menni. Akkor mégis visszább. Wow. Az igen. Megbolygatja itt a gondolatmenetet. Meg hogy merre induljunk. Jó. Szépen. Középre le. Hup. És aztán tovább kilövés. Hú, az az elektromosság. Sonic még gyorsabb a fénynél is. Na azért túlzásban elsünk. Jó. Studio Police. Nagyon örülök neki. Ennek a vadonatúj témán. Sega TV. Gyert. Csak megnézhetjük az Eggman TV-t. Mit adnak benne? Csibe. 39 fok és szél. Na hát kösz. Hát itt oda kellett volna Eggmanhez. Hideg. Eső, villám. Oké. Ez ilyen random. Randomnak tűnik. 510... Na. Jó, ez jó volt. Ez jó kis eredeti, egyedi. Ilyen kis véletlenszerűséget beletettek, és figyelni kellett a tévét. Ez az igazi stúdió. Ja, ez az nagyon, eddig a legjobb. Az eredetiség miatt, kreativitás miatt eddigi legjobb. Folytassuk az eredetiséget, ugye? Gyerünk, meg volt Studio Police 1-2, Green Hill Chemical Plant, azok a múltban maradjanak, és akkor jönnek az újak. Tunyacsápot vezeti a hajót, vagy mi újság van. Ez a Sonic 3-ban volt ilyen az első boss után, nem? Vagy hogy volt? A Flying Battery Zone, vagy a Sonic 2-ben. Csak visszatérünk a megszokott helyekre és világokba. A lejátszás listát ide teszem majd, és holnap folytatjuk. Találkozunk legközelebb.